Bemutatta kormány programját Ana Brnabić. A kormányalakításra felkért politikus közölte, az új kormány, amelynek 28 tagja lesz, az előttünk álló időszakban az energiabiztonság szavatolását tartja a legfontosabbnak, de nem tér el az Európai Unió felé vezető útról sem. A politikus egyben arra kérte a képviselőket, támogassák a kormányprogramot és az új kormányt, hogy a következő időszakban is sikeresen vezethessék Szerbiát. A Vajdasági Magyar Szövetség támogatásáról biztosította Ana Brnabić új kormányát. Ennek kapcsán szólalt fel a képviselőházban dr. Pásztor Bálint. A VMS köztársasági parlamenti frakcióvezetője hozzátette, hogy pártjuk is részt vesz a kormány munkájában, mégpedig államtitkári szinten. A VMS-nek összesen 8 államtitkára lesz különböző minisztériumokban, leginkább azokban a minisztériumokban, ahol az előző mandátumban is voltak. Tűz volt a hódsági Hipol vegyi gyárban. Információk szerint tegnap este 21 óra körül egy robbanás következtében csaptak fel a lángok, 2 személy megsérült. Az egyik személy kritikus állapotban van, a másik sérült állapota stabil, mindkettőjüket a zombori kórházban kezelik. Tovább spórolnak a közvilágításon Szabadkán, tájékoztat közleményében az önkormányzat. Az energiaválságra való tekintettel Szabadka város területén a következő intézkedések lépnek életbe. A köztéri lámpák 33%-át lekapcsolják a város területén, kivéve a kereszteződésekben lévő lámpákat. Az újévi karácsonyi díszkivilágítás is szerényebb lesz. Emellett még számos más közintézményben, sportlétesítményekben, templomokban és Szabadka központjában is lekapcsolják a fényeket energiatakarékosság céljából.